Köszöntöm a Szeged Televízió nézőit! Mostani válogatás műsorunkat kezdjük egy olyan sportággal, amelyet szinte már mindenki kipróbált, mégis kevesen űzik itthon versenyszerűen. Ez pedig a skander, amelynek a maláj team elkötelezett képviselője Szegeden. Csak itt és csak most Szegeden a két magyar bajnok, Fábián Zsolt és Bauman Ádám, a maláj team versenyzői összecsapnak egymás ellen. Fogást kérek! Az újdonsült magyar bajnok és a sokszoros címvédő egy rögtönzött skander meccset tartott a klub egyik délutáni edzésén. Az összecsapást Bauman Ádám nyerte, aki előtte élete első magyar bajnoki aranyérmét szerezte meg néhány hete Turkhevén. A szegedi sportoló balkézzel verhetetlen volt. Jobbkezes meccseim voltak talán nehezebbek. Ott a szintén egyesületünkhez tartozó Szakála Szilárddal mentem volna döntőbe jutásért, amit végül elvesztettem, de se baj, mert döntőbe jutott, és így lettem végül harmadik. Talán az volt a legnehezebb, ott azért akadtunk is ballal, hál' Istennek könnyen meneteltem, és a döntőt is sikerült elég könnyen behúznom. Fábián Zsolt azonban már nem először győzött magyar bajnokságon. Az egyesület elnökének az volt a célja, hogy jobb és balkézzel is a legjobb legyen. Mindig van, aki meglep. De mindig fejlődik mindenki. A kezdők is, az amatőrök is, az újak is. Mivel lehet téged meglepni, mit gondolsz? Gyorsasággal. Az egyesület életében is emlékezetes volt ez a verseny, hiszen minden indulójuk dobogóra állhatott. Korábban pedig még sosem voltak ilyen eredményesek. Ők már profik, de kezdjük az elején, egészen 1970-től. Írpábokból indult, amikor a betérő erőség emberek tulajdonképpen skanderral döntötték el, bunyó helyett, hogy ki az erősebb. Ez a skandernek talán a legősibb formája, és akkor onnan alakult ki szépen a versenyszkander. Szoktatok ilyennek konfliktust megoldani? Semmiféleképpen sem. Ugye nagyon sérülésveszélyes, tehát mi is egy edzésen rengeteget melegítünk. De persze nem csak ez a fontos. Ráfogsz így az új percet felső lé, mondjuk a körmödre a mutatója. Ha túl magasan fogsz, a bíró mondja, hogy fog lejjebb, ennek ki kell látszani ennek. Hát ha ennyire, én nagyon ráfogom. Ez a része az ujjamnak, ennek ki kell látszani? Így van. Értem. A csuklót egyenesen kell tartani, a kapaszkodót fogni kell, és a könyökpárnáról sem mozdulhat el a kéz, illetve a szögeket is be kell állítani. Az már egy külön harc, hogy ki kerüljön forba a beállásnál? Igen, tehát amikor két versenyző oda megy az asztalhoz, ott is helyezkedésnél figyelnek nagyon sok mindenre, milliméterek számítanak sokszor, ki fog följebb, kinek van előnyösebb helyzetben a készfeje. Nyilván erre vannak a bírók, hogy kiszűrjék azt, illetve beállítsák, hogy adott két versenyző az egából induljon, utána meg a technika és az erő, meg a gyorság dominál. Dehogy is. De csináljuk! Na, ez így egészen rosszul néz ki. De csak karból csináld. A skander Ádám megmutatja, hogy milyen egy... Nem kell tartani, csak legyen ott a kezed. Az idézőjelben kocsmai skanderral, ahol csak a kar mozog. Ugye az asztalnál az egész testet ki kell használni. Tévhit tehát, hogy az nyer, akinek nagyobb a karja. Nem csak a biceps fontos. Inkább az ujjak, meg az alkar. Meg a csukló. A biceps is fontos, deréktől fölfele minden, de nyilván az ujjak, csukló és az alkar. Ott kezdődik. Ha az nincs, akkor lehet bármekkor az ember. Egy meccset általában hamar eldöntenek a játékosok, de előfordul olyan is, hogy akadnak a versenyzők. Innen hogy lehetne visszahozni? Hát ugye mindig törekszünk, mint említettem arra, hogy a szög megmaradjon. Tehát, hogyha valaki erősebb is elvisz minket, próbálunk utána menni, illetve a vállal kintebb maradni a kar vonalánál. Mögé menni, egyébként ez kevésbé sérülés veszélyes is, illetve nagyobb erőt tudunk kifejteni. Utána mink, és utána próbálunk valami olyat csinálni, csuklóból, amivel a másikat meggyengíthetjük, és esetleg vissza tudjuk hozni. A szegedi maláj team két versenyzője, Bauman Ádám és Fábián Zsolt a héten a romániai Európa-bajnokságon állnak asztalhoz. Céljuk, hogy Bukarestben pont szerzőhelyen végezzenek, azaz bejussanak a legjobb 6 közé. Nem túlzás azt állítani, hogy új úszóklasszis született Szegeden. A 17 éves Pádár Nikolett üstökösként robbant be a felnőtt elitbe. Már tavaly is bontogatta szárnyait a házszegedi úszó illetve tehetsége,
Idén azonban részt vehetett a hazai rendezésű felnőtt vizes világbajnokságon is. Hogy mit adott neki a Duna Arena, azt ő maga mesélte el nekünk. De még mielőtt az IFI EB-re utazna, ellátogatott hozzánk is. Szia Niki, köszöntelek a műsorban, és mindeneket gratulálunk ezekhez a fantasztikus eredményekhez. Mennyire ülepedett már le benned ez az elmúlt egy hét, amit a Duna Arénában megtörtént veled? Köszönöm szépen, hát nemrég érkeztem haza Budapestről, és ezért még próbálom az egészet feldolgozni, mert nem könnyű, mert ez volt az első hazai világbajnokságom, és reméljük, hogy nem az utolsó. És hát nagyon jól éreztem magam, szóval számomra ez egy hatalmas öröm volt, hogy én részt vehettem ezen. Gratuláló SMS-ek, üzenetek jönnek azóta is? Rengeteget kaptam, és ez nagyon jól esett, és hát most kezdek ebbe belecsöppenni, és már most nagyon élvezem. Hát, nem belecsöppenésnek mondanám, berobbanásnak ezeket az úszásokat és időket látva, de nézzük először átfogóan, szigorúan szakmailag, mennyire vagy elégedett az időkkel, illetve a szereplésre, mennyire sikerült megvalósítanod azt, amit elterveztél? Hát egy 400-as gyorsváltóval kezdtem, ami délelőtt, hát igazából úgy mentem ki, hogy az volt az első számom, és ráizgultam, de délután sokkal jobban, és az reggeli idő ezért is jobb lett, mint a délutáni, hiszen délután kimentem, és hát igazából körbenéztem, és láttam, hogy több ezer ember ott van a lelátón, és nagyon ráizgultam, és el is vitt a szívem. És akkor még így nem is éreztem, hogy én oda tartozok, vagy valami ilyesmit, hanem hát izgulósan beleugrottam, és kijöttem, és azt se tudtam, hogy hol vagyok. De ez az egyénire már sokkal jobb volt, hiszen oda úgy álltam oda, hogy nekem csak ez egy ilyen olyan világbajnokság, hogy tapasztalhatom a dolgokat, és nem azért vagyok itt, hogy például megnyerjem, vagy hogy nekem mutatni kelljen valamit, és kicsit nyugodtabban, de még ott is izgulósan úsztam, és úgy érzem, hogy a 4x200-es gyorsvártóra jött ki az, hogy már éreztem, hogy tényleg ott voltam egy 5-6 napja, és edzettem is, szurkoltam is a közönséggel együtt, és ott tényleg nyugodtan tudtam odállni, főleg reggel, amikor úsztam is egy nagyon jó időt, egy 57-4-es időt, és délután meg mindent megtettem, és tényleg ott már ötödikek lettünk, és nem is érdekelt, hogy milyen időt úsztam, csak kiadtam magamból mindent. Ja, hiszem, hogy ez ekkora élmény volt, és ez a vonal is, ami végigment, ez teljesen érthető. Beszéljünk egy kicsit még erről az első úszásodról, erről a 400-as váltóról. Ugye Gellért Gábor is elmondta itt az iménti bejátszóban, hogy nagyon izgultál, gyakorlatilag enni-inni nem tudtál előtte. Ami egyébként szerintem teljesen normális, némén, hogy fiatal sportoló is vagy még, illetve hát hazai közönség előtt azért rengetegen vannak. Hogyan lehet készülni egy ilyenre, mert kívülről tényleg könnyűnek tűnik, hogy csak bemész és úszol, de azért itt komoly feszültség van tényleg az emberben. Hát igazából a sportpszichológusom nagyon sokat segített így előtte, hogy tudjam lenyugtatni magamat, és hogy mire koncentráljak, és hát ez valamikor sikerült betartanom, valamikor nem, amikor tényleg olyan volt a helyzet, hogy például 4x100 délutáni döntőjébe odálltam, és egyszerűen nem tudtam betartani azt, hogy nyugodt maradjak, hiszen előttünk úsztak a fiúk is, a 400-as férfi gyorsváltó, és tényleg ott voltunk a lászkorumban a lányokkal, és kb. Ugráltunk izgalmunkba, hogy beérjenek ők is jó helyre, és ott nem is tudom, hogy egyek lettek, de tényleg ott már megkaptam egy olyan ilyen alapizgulást, hogy kimentem, és utána tényleg így. Mi az, amin lehet izgulni azon, hogy jó legyen az idő, vagy hogy sikerüljön a forduló, vagy a beugrás legyen jó, hogy ne váltsatok el magatokat, hogy mi az, amire így rá lehet feszülni egy ilyen úszás előtt? Hát mindenre, amit elmondtál, de igazából szerintem inkább arra, hogy én nagyon maximalista vagyok, és mindig a legjobbamat szeretném kiadni magamból, és hát
ezért izgulok, hogy ne okozzak csalódást, hanem hogy mindenki örüljön, hogy ott vagyok és segítem a csapatot. Hát szerintem csalódást a legkevésbé sem okoztál senkinek, de menjünk tovább erre az egyéni 200 gyorsra. Nagyon közel volt a középdöntő, ez a 600-ad, ez gyakorlatilag egy hangyabokányi talán. Mennyire voltál elégedett azzal a reggeli úszással? Hát utána mondhatni, egy kicsit csalódott voltam, hogy 600-adon múlott egy világbajnoki középdöntőm, de igazából mondta is az edzőm, hogy ilyen időt reggel még soha nem úsztam, így 59 alatt, és megnyugtattak, hogy nekem most nem azért van itt a helyem, hogy bekerüljek, hanem tapasztalatszerzés, és igazából mire kijöttem a levezetésből, már nem is érdekelt, hogy nem kerültem be. Nyilván utána úgy mentem vissza, hogy arra számítottam, hogy én délután is úszni fogok, és ki is választottam azokat a dresszeket, hogy mit fogok, mikor hordani, és az nem esett annyira jól, hogy akkor azt most aznap délután nem váltam fel, de lesz meg ilyen alkalmam. Persze, és gondolom azért a 4x200-as váltó kárpótól sok minden, egy brutális úszással kezdtél be ott délelőtt, és hirtelen előre kerültél a rangsorba is, ez mennyire lepett meg téged ez a reggeli idő ott? Hát igazából a zsút azért állították be, mert azt mondta az edzőm, hogy úgy gondolja, úgy gondolják az edzők, hogy ő egy ilyen fix időt tud hozni, egy ilyen 58 vége, 59 elejét, és mikor én 57-4-et úsztam, azért az jelentősen jobb volt, mint a többieké, és akkor mondták, hogy álljak oda előre, és mutassa meg délután, és hogy menjek a többiekkel, és a többiek, hogyha látjuk, hogy ott vagyunk elől, akkor nyilván mindenki menni fog. Szóval megadtam így az alaphangot is délután, és nagyon jó volt. Ez a realitás volt egyébként az ötödik hely? Tehát ezt így vártátok is magatoktól, vagy azért ez is egy ilyen extra eredmény? Én úgy gondolom, hogy igen, főleg úgy, hogy tudtuk, hogy az első négyet nem tudjuk megverni, mert ők nagyon elúsztak, és reméltük, hogy akikkel viszont tudunk versenyezni, azokat mindenkit meg fogunk verni, és mindenki anyait, apait beleadott, és csináltuk. Beszéltél itt az imént izgulásról, első hazai felnőtt versenyről, tapasztalatszerzésről. Ugye már az elmúlt években követjük a karrieredet, nagyon szépen jössz felfele szerencsére, és még reméljük nem ez a vége. Mennyivel érzed magadat érettebb, tapasztaltabb úszónak, mint mondjuk egy évvel ezelőtt? Én úgy gondolom, hogy sokkal tapasztaltabb vagyok, és érettebb is, hiszen most már tényleg teljesen úgy érzem, hogy tagja vagyok a csapatnak, a válogatott csapatnak, és most már mindenkivel jó a kapcsolatom, azon kívül meg úgy vagyok ott most már ezeken a versenyeken, mint egy biztos versenyző, és ez egy éve még nem így volt, és nagyon örülök, hogy tényleg erre is eljutottam, erre a szintre, és innen már csak reméljük, hogy felfelé. Így van, reméljük, hogy felfelé, és még nincs is vége, hiszen ugye mondtad, hogy ifjúsági Európa-bajnokságra utazol, és lesznek is még versenyeid. Hogyan alakul most neked itt a következő néhány hónap? Azért lesznek komoly versenyek. Hát igen, hosszú nyaram lesz, hiszen 4 világverseny bevállaltam idénre, és most vasárnap utazunk Otopenibe, az Romániában van, és ott lesz egy 5 napos versenyem, és minden nap kb. Fogok úszni 3 számot minimum, de az kemény lesz tényleg, de úgy állok oda, hogy minél több érmet el szeretnék hozni, és tényleg ott nem az időkre fogok menni, hanem inkább a helyezésekre. Utána hazajövünk, elmegyünk Balatonöszödre egy edzőtáborba, és onnan megyünk Rómába az augusztusi Európa-bajnokságra, ahol igazán beszeretnék robbanni a felnőtt csapatba és a versenyzők közé, és oda komoly terveim is vannak, és utána Limába lesz egy világbajnokság, amire meglátjuk, hogy megyünk-e, de most úgy néz ki, hogy igen, és az is szerintem egy nagyon jó verseny lesz. Az egy ifi világbajnokság lesz. Igen, igen. Hát Niki, nem tudunk más mondani, mint hogy gratulálunk egyrészt még egyszer, és nagyon sok sikert kívánunk a továbbiakra is, és akkor ősszel majd látjuk az eredményeket a végén. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.
Folytassuk egy újabb szegedi tehetséggel, de most az úszómedencéből az atlétika pályára ugrunk át. Dobó Zsombor, ahogy a nevében is benne van, a Szegedi Vasutas Sportegyesület egyik tehetséges dobóatlétája. Félretéve a szóviccet, Zsombi az olimpiai bronzérmes Márton Anita edzőjének, Eperjesi Lászlónak az unokája, aki a nagypapa irányításával igencsak ígéretes jövő előtt áll. Már nagyon kicsi korom óta könyörögtem anyukámnak, apukámnak, hogy hozzanak már le edzése papához. Azt tetszett meg, hogy nagyon messzire repülnek ezek a szerek, és szerettem volna én is minél messzebbre legyőzni a társaimat. Mint ahogyan azt az eredmények is mutatják, Zsombor ott ragadt, miután szülei elvitték edzésre. Nagypapája vezérletével pedig a 16 éves versenyző ma már harmadik korosztályában az európai ranglistán. Edzője azaz Eperjesi László, aki az olimpiai bronzérmes Márton Anita karrierjét is egyengeti. Összeszedett, versenyeken nem igazán kommunikál a versenytársaival, ami egy nagyon jó tulajdonság egyébként, mert akkor saját mozgására tud összpontosítani és a legjobbat kihozni magából. Egyébként a mindennapokban viszont egy közvetlen barátságos a versenytársakkal is. Mi a terhességed? Szerintem a robbanékonyságom és a technikai képzettségem. Hát az erőfejlesztés majd később fog jönni. Az első a magassága, második a karfesztáv, ami nagyon fontos ugye a dobóknál. A harmadik viszont a versenyzési képessége. Szóval az igazi nagy versenyzőket az határozza meg, hogy miképpen tudnak versenyezni. És ő versenyeken mindig tudja hozni magát, szóval pszichésen oda tudja tenni magát, és tud koncentrálni. Az egyszerű fizika, minél nagyobb karfesztávolság van, azon annál nagyobb íven vezeti a diszkoszt, vagy épp a dobószert, és hogyha ez megtörténik, akkor hosszabb az erőközlési út, és ezáltal gyorsabban repül ki a kezéből a szer, és messzebbre repül. A jobb dobásoknál érződik, hogy az elpattan a kezemből, és az nagy dobás lesz. És szinte mindig jól is repül, akár a diszkosz, akár a súlygolyó. Nem csoda, hiszen a korosztályos magyar bajnok példaképétől, Márton Anitától tanul. Sokszor tanácsokkal ellát, hogy neki milyen volt a fiatalabb korosztályában a világversenyeken, mire tudott gondolni dobások között, dobás közben. Ez nagyon tud segíteni nekem. Dobás közben, hát pont, hogy nem kell semmire gondolni, pont, hogy arra kell gondolni, hogy tudni kell, előtte kell átgondolni, és tudni kell, hogy mit szeretnél megcsinálni, és úgy fog elrepülni a szer. Azt hiszem, hogy nem véletlenül példaképe. A munkabírása, az akarata, ez mindenképpen olyan, mint Anitáé. A fiatal tehetség ebben az évben eddig jó formát mutatott, bronzérmes lett a gimnáziádén, azaz a gimnazisták olimpiáján Franciaországban. A júniusi magyar bajnokságon pedig súlylökésben és diszkoszvetésben is aranyérmes lett az U18-as korosztályban. Sok edzőtáborra sikerült jobb formámat belendíteni. Voltunk Montenegróban edzőtáborban 2 hetet, ott nagyon sokat segített nekem, több métert is fejlődtem. A gimnáziád és harmadik helyemre vagyok a legbüszkébb, amit egy másfél napja szereztem Franciaországban. Az első világversenyemen egy éremmel jöttem haza. Versenyelők mindenképpen biztató dolgokat, hogy jó formában van, meg tudja csinálni, nagy dobásra képes, de ez általában így is van, úgyhogy nem kell nagyon törnöm magamat azon, hogy mit fogok esetleg hazudni vagy szépet mondani. A szegedi dobóatléta legközelebb a válogatott viadalon indul, ahol cseh, magyar, szlovén és szlovák sportolók versenyeznek majd. Júliusban pedig jön az év főversenye, az ifjúsági Európa-bajnokság. Nem tudom pontosan, hogy milyen mezőny lesz, de az európai ranglistán lehet nézni egymás eredményeit, és jelenleg a harmadik vagyok, úgyhogy szeretnék a döntőbe jutni, ott pedig bármi megtörténhet. Az Európa-bajnokságon, mivel hogy ugye fiatalabb egy évvel, mint az idősebb korosztály, mert 2 év folyam van, a 2005-ösök és a 2006-osok versenyeznek. Így ő most úgy Európában, ahogy említettem, harmadik legjobb eredménye van. Én azt mondom egyenlőre, hogy ha döntőben van, az már nagyon jó, de minél magasabban végez, annak fogunk örülni. Mi kell ahhoz, hogy ő a döntőbe jusson? Szerintem 54 métert kell dobni, amit szinte minden nap meg tud csinálni. Márpedig, ha a nagypapa mondja, akkor azt mi is elhisszük. Kíváncsian várjuk a végeredményt. Maradunk a Svesénél, de most labdarúgásra váltunk. A piros-feketék történetük legnagyobb sikerét érték el azzal idén, hogy elhódították az amatőr magyar kupát.
Az új Hidegkúti Nándor stadionban lejátszott döntőn a Tököl csapatát győzték le hosszabbítás során. A hatalmas sikerről a klub szakosztályvezetőjével és csapatkapitányával beszélgettünk. A Szegedi Vasutas Sportegyesület labdarúgó csapata nyerte az Amatőr Országos Magyar Kupát. Erről fogunk beszélgetni Kelemen Balázsal és Fülöp Tiborral, az Egyesület szakosztályvezetőivel és csapatkapitányával. Jó estét, sziasztok! Jó estét, sziasztok! És mindeneket gratulálunk ehhez a csodálatos kupához. Tegyük egy kicsit először is tisztába, ugye futballrajongók nagyjából a Magyar Kupával lehetnek úgy igazán tisztába. Ez az Amatőr Magyar Kupa is kötődik a Magyar Kupához, de hogyan néz ez ki pontosan? Ez ugye 1964-ben került először megrendezésre, ez a Szabadföld Kupa néven híresült, ez el a Szabadföld újság volt ennek a támogatója. Ez a Magyar Kupán belül egy versenyszorozat az összes megyei bajnokságban lévő csapat számára, akik a legmesszebb jutnak a Magyar Kupa sorozaton belül, azok játsszák ezt a döntőt. Hagyományosan a Magyar Kupa döntő előtt játszották ezeket a mérkőzéseket a régi Puskás stadionba, most pár éve már a női döntő előtt játsszák a Hidegkutiba, mi is ott sikerült, hogy megszerezzük ezt a kupát, hál' Istennek. Tehát akkor itt csak megyei csapatok jöhetnek szóba. Így van. Hogyan meneteltetek a Magyar Kupában, ugyanis ugye ott is indultatok? Így van, így van. Az első fordulóban a Füzes Gyarmat ellen sikerült győzedelmeskedjünk 3-2-re, ugye ők MB3-asok. A következő körben is egy MB3-as csapatot, a Dabas Gyón sikerült legyőzni hazai pályán 2-1-re, majd pedig a Blasz bajnokság első helyezettjét, a Csepelt sikerült idegenbe 1-0-ra megnyerjük, ezzel bejutottunk a legjobb 32 közé, és ezzel már ki is vívtuk az Amatőr Kupa döntőjét. Majd a következő fordulóban a Cegléd ellen sajnos kikaptunk, úgyhogy ott véget ért a Magyar Kupa történet, de az Amatőr Kupát ugye most áprilisban tudtuk elhódítani, hála Istennek. Hát akkor zömében azért mondhatjuk, hogy legalább veletek egy szintű, de inkább nálatok magasabb szintű csapatokkal játszottatok, és búcsúztatatok is jó párat. Ki lehet tűzni célként egy Magyar Kupa sorozat elején azt, hogy az Amatőr Kupában ott legyünk és megnyerjük? Ez lehet elvárás, vagy ez csak így önmagától? Hát igazából ez önmagától jött, mert nem terveztünk, mentünk fordulóról fordulóra, magasabban jegyzett csapatokkal találkoztunk. Ez a Magyar Kupa egy magyai csapatnak ez mindig egy ajándék, hogyha magasabban jegyzett csapattal játszhat, és hát ha eljut odáig, hogy akár egy NB1 vagy akár egy NB2-es csapattal is találkozhat. Ugye Tököl ellen játszottatok az új Hidegkúti Nándor stadionban. Nem mindennapi tét, ezt gondolom számotokra sem. Fel lehet készülni arra, ami egy ilyen meccsen vár benneteket, akár az atmoszférára, akár arra, hogy mennyire profi körülmények között vagytok, ugye az új Hidegkúti Nándor stadion egy viszonylag modern stadion, és ugye maga a milliója meg, hogy egy ilyen kupáért játszotok, erre fel lehet készülni? Hát felkészülni nem nagyon lehet, nyilván beszéltünk erről, meg sokszor téma volt az öltözőben, de igazából akkor jöttünk rá, hogy hol is vagyunk, amikor odaértünk a stadionba, és kimentünk, és tényleg ez egy európai szintű stadion, remek hangulattal, és erre úgymond felkészülni nem lehet, ez jön magától, egy kupadöntőre bármi megtörténhet. Itt a napi forma döntött, feldobott bennünket persze a közeg, például magamról beszélek, én szeretem, hogyha nem nekünk szurkolnak, engem az feldob. Látszott a fiatalokon is, hogy csillogott mindenki szeme, hogy ez egy élmény volt az egész csapatnak. Ugye nyilván, hogyha a megyei bajnokságokat nézzük, azért a csapatok zömében ismerik egymást, hiszen minden évben találkoznak egymással. Hát a Svese és a Tököl nem tudom milyen múltra tekint vissza, de abban biztos vagyok, hogy nem sok meccset játszott még egymáson ez a két csapat. Ugye a Pest megyei első osztály 9. helyezettjéről beszélünk. Mennyire tudtátok őket feltérképezni? Hát ugye volt egy tévés mérkőzésük a Fradi ellen, most nyilván az nem a legerősebb kiinduló pont, de mégis ott már egyszer meg tudtuk őket nézni, plusz én az edzővel, Paksi Péterrel, egy pár játékossal együtt megnéztem nekik egy bajnokiukat is, úgyhogy amennyit tudtunk, azt megtettük az ügy érdekében, hogy azért a felállást és a jobb játékosokat szemügyre vegyük, ez jól is sikerült, úgyhogy úgy gondolom, hogy jól felkészültünk belőlük, és ennek is tudható be az, hogy végül is sikerült győznünk. Ráadásul hosszabbításban, ami szintén nem egy szokványos dolog amatőr futballban, hiszen általában azért a bajnokságban 90 perc alatt véget érnek a mérkőzések. Fordítottatok 1-0-ról, emberelőnyben is játszottatok a 82. perc után. Milyen volt a mérkőzésnek az összképe belülről? Belülről egy elég kemény mérkőzés volt, tudtuk, hogy a Tököl mit játszik, mire számíthatunk. Az első perctől kezdve próbáltuk a saját játékunkat rájuk erőltetni, ezt úgy érzem a mérkőzés nagy részében sikerült is. Nagyon szép gólt rúgtunk, a bekapott gól után is higgadt maradt, nyugodt maradt a csapat, azért a kiállítás befolyásolta a mérkőzést, de nem idegeskedtünk, hogy hosszabbítás van.
próbáltuk úgy fölfogni, hogy kiélvezzük még ezt a plusz 30 percet is, és nyugodtan, higgadtan kellett játszani. Tudtuk, hogy lesz lehetőségünk, és csak higgadt fejjel tudjuk befejezni az akciót úgy, hogy lezárjuk a mérkőzést, és ez sikerült is. Ez sikerült is a hosszabbításban. Talán nem sértelek meg azzal, hogyha a rutinosabb játékosok közé tartozol már, aki sokat megélt a pályán. Mennyire tudtál higgadt maradni egy ilyen meccsen, illetve mennyire kellett nyugtatni a társaidat? Hát én bennem az elég nagy feszültség volt, a lefújás után óriási bizonyítási vágy volt bennem. Mint csapatkapitánként nekem ez óriási élmény volt, hogy egy ilyen kupát felemelhettem. Nem kellett nyugtatni a játékosokat, mindenki átérezte ennek a súlyát, és profinált hozzá. Nagyon jó csapategységünk van, nagyon jól tudunk kommunikálni a pályán, meg a pályán kívül is, és ez úgy érzem, hogy látszódott. Több mint 100 éves múltra tekint vissza a Svese története. Egy ilyen kupa mit jelent a klub életében? Hát úgy gondolom, hogy az egyik legnagyobb sikere a labdarúgó szakosztálynak. Attól függetlenül, hogy volt már ugye válogatott labdarúgó is, és olyan is, aki szép karriert futott be, de úgy gondolom, hogy egy országos kupának az elhódítása az minden szinten a top kategóriák között van ilyen élmények szetterén, úgyhogy én úgy gondolom, hogy mi is így kezeljük ezt, úgyhogy bízunk benne, hogy mindenkit büszkévé tettünk, aki a Svesének szurkol. És hogyha komplett szegedi labdarúgást is nézzük, talán mondhatjuk, hogy felfelé ívelő ágban van a történet. Ugye van egy jó NB2-es csapatunk a Grosics Akadémia személyben, akik hosszú idő után hát ott vannak az élmezőnyben, és itt van ez a kupagyőzelem is. A szegedi futball lehelyzetét hogyan látod most, mennyit lendít rajta ez az utóbbi pár hónap sikere? Nyilván ugye nem egy a célunk, tehát azért a Grosics Akadémia az egy sokkal nagyobb büdzséből dolgozó, sokkal nagyobb stadionban, ugye nyilván a Szeged első számú csapata támogatás szempontjából, de úgy gondolom, hogy szépen elfér egymás mellett ez a kettő elférne, tehát nyilván a Grosics Akadémiának az NB1 kellene, hogy a cél legyen, a Svesének pedig minimum egy NB3-as, úgy gondolom, egy ekkora városnak, de akár még egy NB2-es csapatot is el lehet képzelni, de ezt úgy gondolom, hogy csak akkor, hogyha a Grosics már elérte az NB1-et, tehát addig erről fölösleges beszélni, sőt, még az NB3-ról is, hisz még azt is meg kell, hogy harcoljunk, pont velük kellett, hogy a kettes számú csapatukat megelőzzük ahhoz, hogy egyáltalán ez szóba kerülhessen, úgyhogy úgy gondolom, hogy fejlődik a szegedi futball, főleg, hogyha azt nézem, hogy én úgy nőttem föl, hogy a felső Tiszaparti stadionban nem is volt talán NB2-es normális csapat, talán csak egy vagy két évig, azon kívül mindig lejjebb voltak a csapataink, úgyhogy úgy gondolom, hogy jó úton jár a szegedi labdarúgás arra, hogy visszakerüljön a térképre. Említetted is, hogy van azért közös pont a Grosics és a Svese között a Megye 1-et tekintve. Ugye a Megye 1-be vezetitek a bajnokságot épp a Grosics Akadémia második csapata előtt. Nem is lehet gondolom más cél innentől kezdve megnyerni a bajnokságot. Így van, így, hogy most már csak 3 forduló van és 5 pont az előny, nyilván ezt most már szeretnénk ezt a bajnokságot abszolválni. Az pedig egy más kérdés, hogy az osztályozón sikerül-e, szerencsénk lesz-e azzal, hogy jó sorsolást kapunk, vagy esetleg sorsolással eldől az, hogy feljutunk játék nélkül, de azért vannak csapatok, akiket elkerülnénk. De elsődleges az, hogy a hétvégi Tisza-sziget meccset megfelelő módon le tudjuk hozni, és még akkor is szükségünk lesz pontokra, tehát az elsődleges az, hogy meglegyen az a pontszám, amivel bebiztosítjuk a győzelmet, és akkor utána ráérünk ezen gondolkozni. De akkor nektek kifejezett célotok az NB3-ban szerepelni. Egyértelműen, persze, így van. Milyen a csapat összetétele abból a szempontból, hogy mennyire szegediek, szeged környékiek a játékosok, hogyan áll most össze ez a Svese? Törekszünk mindig a szegedi és szeged környéki játékosokra. Így, hogy a Makó és a Vásárhely is fönt van, ez nyilván ő ilyenkor mindig szűkíti a kört, hisz ő a legjobb játékosok a környékről, azért mindig az NB-s osztályokban kergetik a labdát, de úgy gondolom, hogy egy egész jó keretet sikerült már tavaly nyáron kidolgozni, amit most a télen tovább sikerült erősíteni. Van ugye nemzetközi játékosunk is, ugye van az Andi Tacsi, aki albán-magyar, és van a Szorin, aki pedig román-magyar, úgyhogy úgy gondolom, hogy az egyveleg az jó, de rengeteg a helyi benne, tehát hogy azért ezt nem szabad elfelejteni, hogy 80% az helyi kötődésű labdarúgó, tehát erre törekszünk a jövőben is. Ez volna a cél, hogy az NB3-ban helyi kötődésű labdarúgókkal stabilizálni tudjuk a helyünket. Jó játékosok egy dolog, de kell a csapat összhang is csapatkapitányként, hogy látod, milyen a csapat összetétele? Szerintem nagyon jól megtalálták a vezetők a fiatalok és az idősebb játékosok arányát. Nagyon motivált és tehetséges fiatalok kerültek a csapathoz. Az idősebb játékosok, úgymond a csapat magja pedig már azért egy 3-4 éve együtt dolgozik, és ennek azért meg is látszik az eredménye, és ebben a magban nem volt nehéz azért beilleszkedni, mert ez egy elég befogadó kis közösség. Nyilván ez kellettek azért az első évben, amikor Balázsra elkezdtünk együtt dolgozni, hogy ott jöttek a jó eredmények, ott feljutottunk.
Utána az NB3-ban mindig én azt szoktam mondani, hogy a sikertelenség mutatja meg a csapat egységét. A mag azért ott is nagyon együtt maradt, együtt összetudott tartani, és itt is maradt a klubnál, és ezzel profitálunk megint ebbe az évben, hogy szinte a tavalyi csapat 70%-a az azért együtt maradt. Igen, ugye tavaly is az NB3-ban szerepeltetek, tehát hogyha minden jó megy, akkor csak retúrjegyet vettetek a megy első osztályba erre a szezonra. Egy osztályváltás az mindig nagy dolog egy klub életében, pláne, hogyha felfelé kell menni, és ezt értem itt mindenféle szempontból. Mekkora most a különbség, a szakadék az NB3 és a megyei első osztály között? Hatalmas. Tehát ez a tavalyi év pontosan rávilágított arra, hogy erre, akinek nem volt rálátása, az gyorsan képbe került, hogy nagyon nagy a különbség. Ugye előtte az fese 20 éven keresztül a megye első osztályban volt, tehát ez se egy olyan egyszerű dolog volt, hogy újra az NB3-ig el tudjunk jutni. Hál' Istennek ez sikerült. Bennmaradni nem sikerült, ugye ott volt egy szakosztályvezetőváltás is, viszont a háttérben sikeres munkát sikerült elvégezni, aminek az eredménye az, hogy most megint annak a kapujába vagyunk, hogy feljussunk, és bízunk benne, hogy az ott tavaly megszerzett tapasztalatainkat hasznosítva meg tudjuk állni a helyünket jobban, mint az előző évben. Akkor sok sikert kívánunk mindehhez, és a bajnokság végéhez is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és gratulálunk még egyszer az Amatőr Kupához is. Köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, ennyi fért bele mostani válogatás műsorunkba. Tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!